Mentősök munka közben. Újraélesztést végeznek egy próbababán, kézi mellkas kompresszióval, percenkénti 100 lenyomással, 4-5 cm-re, kézi lélegeztetéssel. Majd ezt a munkát felváltja az új, modern eszköz, ami gyakorlott kezekben akár néhány másodperc alatt összeszerelhető. A gép számos előnye közül azt emelték ki a szakemberek, hogy mivel kiváltja egy ember munkáját, így az egy másik területen tud addig segítségre lenni. Februárban kezdődött a Lucas 3 dekompressziós készülétnek a megvásárlásra vonatkozó gyűjtés. Mire jó ez a készülék, Isten igazából? Ez a készülék egy mechanikus mellkas összenyomó eszköz, az újraélesztés egyik legfontosabb eleme, tudniillik azt a mesterséges művi vérkeringést, amit egyébként ugye kézi úton tartanánk fönt, folyamatos nyomásokkal, gyakorlatilag az akkumulátor kimerülésének végéig, de cserélhető akkumulátorra rendelkező készülőkről van szó, tehát magyarul a működés az gyakorlatilag a végtelen plusz 8 óra, nyomja össze a mellkast a kellő mélységig, a kellő ütemben. Mikor van szükség erre a készülékre? Minden újraélesztésnél szükség van rá. Ha a légzés és a keringés leáll egy betegnél, valamilyen baleset vagy bármilyen másoknál fogva, akkor rögtön egyből újraélesztésről beszélünk. Mitől tud ez olyan komoly segítséget nyújtani ez a készülék? Amikor elkezdjük az újraélesztést, akkor mindig a mellkas összenyomásával kezdjük a helyszíni tevékenységünket. És a mellkas összenyomását mindaddig kell végeznünk, amíg a keringés újra helyre nem áll, vagy gyakorlatilag, amíg az ember, aki végzi ezt a tevékenységet, el nem fárad. Az embereknél ez az elfáradási tényező gyakorlatilag 2 perc után elkezdődik. 2 perc után a mellkas összenyomásának mélysége már nem éri el azt az 5-6 cm-es mélységet, amit minden szakmai protokoll előír. A mentősök azok nagyon egyedül tudnak lenni egy ilyen esetkocsiban. Hát tényleg csak, hogy gondoljunk bele, minden mentősnek mindössze csak 2 keze van. És az az eszköz 2 kezet szabadít föl, és az a 2 felszabadult kéz egyéb más beavatkozások minél gyorsabb megtételére jelent plusz segítséget. Ugye nem csak az újraélesztés, már egy magasabb szintű újraélesztés nem csak mellkas összenyomásból és lélegeztetésből áll, hanem folyadékpótlásból, vénabiztosításból, gyógyszerek beadásából, egyéb más kiegészítő tevékenységből, magasabb szintű légútbiztosításból, amit mind elő kell készíteni. És ez a 2 felszabaduló kéz még rövidebbé teheti azt az időt, ami az újraélesztést kritikus állapotú betegek esetén ugye gyakorlatilag meg kell, hogy rövidítse. Ugye a mentőnek még oda kell érkezni a balesethez, vagy az esethez, mert ugye nem mindig balesethez kell menni, oda kell érni, ami már eleve egy időveszteség. Légzés és keringés leállás nem abban a pillanatban történik, az esetek 99%-ában, amikor a mentő már a helyszínen van, hanem ezt megelőzően akár jó néhány perccel korábban bekövetkezik, és minden egyes perccel 7-10%-kal csökken annak az esélye, hogy a keringés vagy a légzés visszatérjen, és a keringés és légzés visszatértét követően egy teljesen épp tudatú, önmaga ellátására képes egyén kapjon vissza a társadalom, illetve a családja. Hát akkor fogalmazhatunk úgy is, hogy amit régebben mondtuk, az a bizonyos aranyóra, az már régebben, nem igaz, már csak percekben kell gondolkodnunk? Ez az aranyóra az nem kritikus állapotú betegeknél, hanem súlyos sérülteknél például, vagy még uralható betegségeknél működik. Működik az aranyóra. Gyakorlatilag itt inkább platinóráról beszélünk újraélesztésnél, ugye egy még magasabb fokozatról. Lehet, hogy terhetetlen vagyok, de hogyha őt hallgatom, akkor igazából minden egyes mentőkocsiba szükség lenne. Alapvetően igen, de ha már esett kocsiba bekerül ez az eszköz, ami ugye egy 3 fő személyzetet garantál, akkor ott, ha abból a 3 főből már az előbb említett 2 kéz szabaddá válik, akkor ez a percenkénti 7-10%-os esély, ez gyakorlatilag minimálisra leszorítható, és innentől kezdve ugye az épp egészséges tudattal visszatérő, és családját még nagyon sokáig, vagy családjának nagyon sokáig örülni tudó embertársunkat kapunk vissza. Mi a gyakorlat? Hány esetben lenne szükség egy ilyen készülékre, mondjuk egy átlagos évben? Tudom, nincs olyan, hogy átlagos év, de azért a számok nem hazudnak. Éves szinten változik egyébként. Amit most ki tudnék emelni, hogy például csak az elmúlt időszakban, ami most néhány hetet takar, amióta az időjárásban ezek a szélsőséges változások kialakultak, tehát itt hetenként változik a hőmérséklet, és tartós hőhullámok alakulnak ki, csak az elmúlt 2 hétben 5 újraélesztésünk volt. Nehéz megemészteni ezeket a szavakat, amiket most már hallottam. Nem szoktuk azért a nagy nyilvánosság elé tárni, mi egy idézőjelbe téve zárt közösség vagyunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél több emberen tudjunk segíteni, de ezek a számok a laikusok számára riasztóik is lehetnek, viszont ezzel az eszközzel mindenhol olyan
szinten tudunk helytállni, ami gyakorlatilag esélyegyenlőséget biztosít mindenki számára. Maradjunk a számoknál. Ez a készülék adományokból fog összejönni. Hol tartunk most? Legjobb tudomásom szerint már a fele összegyűlt annak az összegnek, amiben a készülék kerül. Ugye a Városbálon indult el ez a kezdeményezés, ami nem most volt, hanem ez év februárjában, és február óta a teljes összegnek a fele áll a rendelkezésre, mert legjobb tudomásom szerint, bár ugye a gyűjtést és az egész szervezést azt az önkormányzat vállalta magára, tehát erről pontos számokat polgármester úr vagy az ő megbízottja tudna adni igazából. A motoros fesztivál az sok mindenben érintett. Többek összétségében, mert ilyen rizikócsoportokban kőkeményen benne vagyunk. Tegnap a motoros fesztivált érintő baleset történt, ahol már be kellett avatkoznunk. Hála Istennek nem voltak súlyos sérülések, de gyakorlatilag ugye a motoros társadalom ilyen szempontból fokozott veszélyben van, és ugye ez az időszak, ez a tavasztól őszig terjedő időszak kiemelten baleset veszélyes az ő szempontjukból, és gyakorlatilag ugye, hogyha valaki mindenféle komolyabb védő elem nélkül szenved balesetet, akkor ott a légzés és keringés leállás lehetőség az szinte azonnal bekövetkezik. Ha úgy összegzem a beszélgetésünknek a tanulságát, hogy ez a készülék nem az önök munkáját könnyíteni meg, hanem a mi túlélési esélyeinket növeli, akkor helytálló ez az összegzés? Ez a mondat teljes mértékben összefoglalta ennek a készüléknek a lényegét és a hozzáállást a gyűjtéssel kapcsolatosan.